Az a szitu, gyerekek, hölgyek és urak, sziasztok, itt Amúr. Hogy leállítottam a videót, mikor csörögött a telefon, úgyhogy kezdjük akkor előről. Az már elveszett, hogy mit csináltam, meg mit mondtam eddig, úgyhogy megpróbálom összeszedni a gondolatot. Ez nagyon jó volt. De azzal kezdtem a legutóbbi videót, és azzal kezdem ezt is, hogy ezt tudom, hogy egy nagyon jó kis videó lesz. Nagyon sokan fogtok megnézni, nagyon sokan fogtok lájkolni, nagyon sokan fogjátok kommentelni, mert fő a pozitív hozzáállás, nem? Csak így érdemes csinálni bármit is, hogyha úgy érzitek, hogy annak van értéke. Na, aminek volt értéke, és elcseréltem, az itt van. Szenet bányáztam lent. Azt is ígértem legutóbb, hogy miért a nyúlfaknyi videó, most nem nyúlfaknyi videó lesz. Remélem, hogy ez nem csökkenti a lehetőségeit, és nem fog megint megállni valahol, mint legutóbb 7 percnél. Olyat is mondtatok már nekem, hogy túl sok minden van az inventorimban. Egyetértek, de nagyon utálom ki. Ilyenkor, mikor lemegyek bányászni, és nagyon sok mindent kipakolhatnék, és több hely lenne a cuccoknak. Szerintem most se pakoltam ki teljesen, hát persze. Tipikus hiba, emerald minek nálam, tök minek nálam. Na mindegy, most viszont van, úgy emlékszem, lent is ládám. Bizony. Ez már olyan hosszú, hogy itt már elkezdtem, mivel találtam egy generált bányát, onnan kiszedtem egy csomó vasúti sínt, és hát idáig elhoztam a végéről, majd folytatom. Akár annak a felfedezését is, mert egész jól bírta ez a set még a mérgező pókokat is. Sőt, a creeper robbanást is túlélte simán. Szinte karcolások nélkül, úgyhogy azt hiszem van rajta Protection 4, Feather Falling 4, az Protection Unbreaking, Unbreaking Protection 4, pedig nincs rajta Blast Protection. Én úgy emlékeztem, hogy raktam rá. Na mindegy. Hát ezt majd be kell fejezni persze, ezeket a sineket. Fel kell használni egy kis vasat majd. Hát az Invisibility Potionnek nem sok értelme van itt, meg a Fire Resistance-nek, hiszen van nálunk víz. Na. Ezt is sem fogom most használni. Jó. Ezt fogom használni valószínűleg, ezeket is. És akkor essünk neki. Tudom, hogy már nem sok értelme van, de most megint az van, hogy szerintem nagyon sok mindent fogok felhasználni. Úgyhogy miért ne üssünk ki mindent. Mert ugye az a taktika, hogy ez a strip mining, ahogy mondják, hogy oda-vissza kettősével az úgy hatékonyabb, mert kevesebb blokkot kell kiütni, és akkor nagyobb területet tudsz bányászni. Hát csinálhatunk egy olyat is. Most egy strip mining vonalat elindítunk valamerre oldalra, mondjuk itt. És akkor azt mondjuk neki, hogy strip mining. Itt elindulunk strip mining-a. Van egyáltalán? Aha, igen. Annyira jól csináltam meg mindent, hogy mehetek vissza. Mert itt például nálam fákja, vagy fa, vagy szén van nálam, de fa például nincsen. Egy döbő fa sem. Vagy azt csináljuk, hogy abból a bányából szedünk ki fát. A mesterséges bányából, csak nem tudom pontosan hol találtam. Azt jó beépítettem, azt tudom, mert mondom, minek menjek még egyszer oda. Szerintem itt volt. Mégis menjünk még egyszer oda. Pláne, hogy még ilyen dolgokat itt hagytunk. Ho-ho-ho. Persze nincs nálunk olyan, amivel kiszedjük a fát. Csak azt kézzel fogjuk. Nem kell sok igazából, csak hogy pár fákját tudjunk csinálni. Úgy jönni. Senki nem fog megtámadni, jól van. Haltam már meg ilyen bányában, hardcore-ba. Emlékeztek rá. Na, de megint távol hajoltam a mikrofontól, és így halkabban hallottok. Jenny. Tehát a Gordiusi csomót átvágtuk azzal, hogy idejöttünk. Menjünk vissza.
Hol is vagyunk? Itt. Na. Hopsza. Nem egészen így akartuk. És akkor... csináljunk belőle botokat. Ó, de jó! Ez teknyi lett belőle pontosan. Na, az jó. És akkor azt mondtuk, hogy strip miningoljunk egy kicsit. Mert most menjünk rá hatékonyságra. 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nekem ez a 7-es, ez mániám. Aztán itt most strip miningolni fogunk, csak... na, ha már itt vas van, akkor azt kiütjük, azt nem hagyjuk ott. Ó, ott meg szén van! Azért váltottam erre, mert ezen van looting. Ezen a másik oszcsákanyon. A gyémánton jobb looting van, de sajnálom szénre elpazarolni. Pedig szoktam. Na, meg itt ez az igazság, hogy szoktam. Azt a de jó helyen vagyunk itt. Az ég egyet a világon minden is van. És reméljük a videófelvétel is tökéletesen működik, és nem a semminek beszélek, mert az pláne bosszantó, hogyha sokat gyár is fel kell lesz vennem, mert volt ugye egy leállásom. Most nagyon beállt az FPS 20-ra. Azért szokott... jó, mozog, jó van. Ti nem látjátok, én láttam. Csiporászott a telefonom is. Na itt viszont azt mondtam, hogy itt leások a... addig a szintig, ahol a fákják vannak, hogy ebből ne legyen gond. Hogy oda spawnol valami. Ha kell, ha nem, itt kiütjük a dolgokat. Na, de most strip miningolunk, azt mondtuk, ugye? Na, akkor strip miningoljunk tovább. Ott is van egy vas. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Azt is írtátok, hogy korábban, még szerintem még nem a hardcore sorozathoz, hogy a bányászás a legnagyobb chill, és nem csak csinálni. 3, 4, 5, 6. Nagyon sokan nézni is szeretitek. Ez ki fog derülni, mert most fogunk strip miningolni. Oh my god! Na, hol van a jobb looting? Ez az. Ezt mindenképp ezzel, és kezdjük azzal, hogy megnézzük, nincs a láva alatta. Nehogy kárul. Ó, még szén is van körülötte. Lap is szokott a közelbe lenni. Még 2-3 blokkra. Jónak tűnik. A helyszín. És egész jó kis blokk. Na nézzük. Jó, hogy ezzel ütöttem ki, nem baj. Hát ez csak egyet adott. Ez kettőt adott. Ez is kettőt adott. Ó, már 60. Ez is kettő. Ah, ez 3 volt. És ez is 2. Jó. Egész jó. Igen, ezzel is ki lehetne ütni, és akkor még több szenünk lenne. Még több emeráldra tudjuk cserélni a falusival, a Kovács bácsival, a Kovács úrral, a Kovács Pistával. Na. Csináljuk azt, hogy... van annyi egyébként, mint égen a csillag, építsük be, azt csókolom vanna. Most mit szórakozunk itt? Hát ez nagyon sok, ezt nincs kedvem beépíteni. Rakunk egy fakjét, és menjünk tovább. Fucking. Nem fucking, fákja, fákje. Fákje. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Fákje. Fákje. Az a fákja. Csak angolosítottam. Miért? Miért angolul? Hát, miért ne? Németül tudod? Németül? Ó, te is ezzel jössz nekem. Ha
Fók se jutott eszembe németül, hát még a fákja. Spiné, 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 az a. Az a pók. Na, az eszembe jutott talán legalább. Tudom, a fáket nem tudom. Csörmenül. De várjál. Ausztriai nyelven se tudom, mert ez ugyanaz. Ausztriában is németül beszélnek. Torcs angolul, azt én tudom. Németül meg... Fakel! Mondom én, hogy fakje. Fakel. Németül fakel. Fakel hozzá, ezért úgy hívják a németek, hogy fakel. Na, fuck ez fuck el. Na, a fucking A fuckingot nem mondjuk németül, jó? A német azt mondja olyankor, hogy scheiße. Na, még káromkodó sorát is tartunk különböző nyelveken. De mindenképpen, igen. Ausztriában németül beszélnek. Ezt már megbeszéltük. Na, tudtad, nem tudtad, a van. Ezt meg kell ezt javítani, ezt a fákját, ezt nagy elpattintsuk. Mert ez egy nagyon jó kis fákja. Unbreaking 3, Efficiency 4, ez professional. Igen. Csak nem erre a... Erre raktunk mendinget! Wow! Hát akkor ezt fel kell ezt fejleszteni. Miért erre raktuk a mendinget? Mert ezen több minden van. De hát ezen Unbreaking 2 van csak. Na akkor erre Unbreaking 3 kell lesz, Efficiency 4 kell lesz. Lesz feladatunk. Összekevertem. Meg kell vas is nekünk. A vas is nagyon jó. Na. A vasas csapat annyira nem. Keresél Reston. Reston? Nem akarok én Restont. Van annyi Restonom, mint égen a Reston. 3, 4, 5, 6, és ez még csak vicces se volt. Egyszer volt, hol nem volt. Vicc nem volt. Németül számok milyenek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 az a 9? Igen. 9. Vagy 9. Ah, hasonlít, mert 9. 10. 8. 12, ez már 12. Nem tudom, és a 9 millió? 9 millió? 9 millió, gondolom. Nem tudom, németül hogy van a millió. Millió, szerintem ott is. Na, nyelvleckék után haladjunk tovább. Angolul tudom. Na, az fél siker. Millión. Millión. Millión, aha. Nine million. Mhm. That's good. That's right. Two million. Look at the million. Mhm. Nagyon professzionál vagy angolból. Hakapeszim, aki megette a tököt? Hogy mondod angolul? Hakapeszim, aki megette a tököt? Igen, angolul, angolul, mondjad angolul. Hakapeszim, aki, vagy monkey, eats the pumpkin. Eat the pumpkin. Vagy is eating the pumpkin. Ja. Ha ők most eszi. Haka peszi monkey. Is eating the pumpkin. The pumpkin. Há. Úgy, úgy. Há. 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 Haka peszi monkey. Haka peszi monkey.
Hú, gyerekek, klimaxolok, olyan hőhullám van rajtam. Visszaértünk, úgy lássam. Vagy az az a hely, ahol át lehet menni a nem tudom hova. Az olyan érdekes ott az a hely, na mindegy. Van olyan beállítás, amiben lehet beszélni? Mire gondolsz, fiam? Egész pontosan. Ez beállítás, amiben lehet beszélni. Azt tudom még? De milyen beállítás, hol? I don't know. What do you want? Vigyorex. Vagy a telefonon, mikor kimondja a különböző nyelveken, ez a Google fordító. Ja, azt akartam. Google fordító. Hallom. Te jövőt nem akarod kikapcsolni? Csak hallom, hogy fütyöl. Nem. Másik szobába fogok. Hallod? Az nem egy rossz ötlet. Miért? Mert nem zavarsz engem. Azt mondtam, hogy nem rossz ötlet. Ja, tudom. Érted? Akkor ott van a telefonodat. Hajhaj. Hol lesz a Google? Az a Google fordító. Uh-huh. Itt kell. Pinti! Magyarul kell mondani, és angolul mondja. De most németre van állítva. Ja, akkor állíts angolra. Angolra. Englishra, jó van. Wait. És amit magyarul mondasz, azt fogja mondani angolul. Mit nevetgélsz már annyira? Sam? Sam? Puktél! Magyarról fordít angolra, úgy van beállítva. Ne angol szavakat mondjál neki. De miért él? Mert nem tudja értelmezni. Mondtál ilyenkor kitalál hülyeségeket. Mesterséges intelligenciára a jellemző dolog, hogy iszonyatosan nagy fantáziája van, és ha valamit nem tudok, kitalálja a választ. Tudod? Azt mondta, hogy tudom, kaki? Igen. Angolul is megnézem. Angolul megjön. I know poop. Ismerem a kakit? Igen, angolul. Hát annak, az nem ismeri a kakit, akinek be van nőve a feneke. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Hallom, kakit a pupa! Nézzébe! Tudod, nézzébe! Hát a gula fordító az még mindig buta. Angol meg ilyen! Fukultok!
az éve. Van buta az éve. Van, fiam, te! Na. Papi, nem érzem ezt! Na, azt mondja, hogy álljunk facing south, facing north. Két-három blokkal előrébb, elméletileg, ha nincs anghatáron. Na, akkor ha nem vagyok, akkor picit alakok, aki... Hoppá, magunk alatt ástunk, megint. Rémlik egyébként. Akkor is halkak kifut be. Úgy emlékszem, hogy távolabb van. Csak hogy lássatok is valamit. Itt nem hogy egy gyémánt, de az ég egyet a világon semmi nincs jelen pillanatban. Úgyhogy ezt az akciót szerintem zárjuk le. 75%-ban van egyébként. Sörög a telefonom. Na, most úgy látom, hogy sikerült normálisan leállítanom, és remélem, hogy újra is indul a felvétel, és nem fogok itt szórokázni össze-vissza. Na, lelkám, zavarsz most már. Most már jutottunk arra szintre, hogy ez nem vicces. Jó. Jó, és egy kis vasat találtunk csak. És akkor most legyen már annyi eszünk, hogy használjuk ezt az ásót. Nem a répát, az ásót. Mennyire menjünk messzire, nem tudom. 2, 3, aha. Ez szerintem ugyanaz a bánya, hogy ide átkanyarodhat, nem kizárt. Ráéreztem, hogy ott vannak emberkék. Jó van. Megsínlett a robbanást. Ó, nézzétek, mi van ott? Egy ládikó, ide látom.
Dinnye! Magocska! Aranyalma! Nincs! Majd csinálok. Na. Hallom, de videózok. Máté, ne szívassál már. A gyerekek szétszednek, úgyhogy nem tudom, hogy mikor indítottam a videót, a telefonomat is elcsort a kicsi, a nagy már éhen hal. De szerintem ez egy egész hosszú videó, csak nem tudom milyen szünetek voltak, mert kipauzoltam, vagy kérdeztem, mert természetesen mindig ilyenkor csörög a telefon. Úgyhogy a fene meg tudja, hogy elég hosszú volt-e a videó. Reméljük igen, ezt a szenet még nem hagyjuk itt. És utána meg tényleg menjünk haza. Megzárjuk a videót. Tehát eközben én azt mondom nektek, hogy hey and go day, legyen szép napotok, nézzétek meg a régebbi videóimat, tartsatok velem a következőkkel is. Mi a frász tudok kidobni ezt? És kommenteljetek sokat, azt tudjátok, hogy amúgy szereti. Lájkoljátok a videót, ha tetszett. Honnan jöttem innen? Na jó van, akkor itt megállunk ilyen pillanatban. Úgyhogy legyen szép napotok újra, úgy fent, ezt mondom. Sziasztok, amúr voltam. Remélem, jó sikerült a videó, és jó hasznos lett.